műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nope. Magyar lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Magyar Lelátó Sportmagazin, Vető Dánielt hallják. A mai adásunkban a kézilabdáé lesz a főszerep, hiszen műsorunk egyik vendége a jelenleg Katarban kézilabdázó, egykori magyar válogatott hálóőr Fazekas Nándi, akinek nemrégiben jelent meg az eddigi pályafutásáról szóló könyve. Viszont előtte megvizsgáljuk a 2015. januárjában esedékes férfi kézilabda világbajnokság körül zajló érdekes helyzetet, hiszen két hónappal a VB előtt még nagy változások voltak, vannak a mezőnyben, és ebben a magyar válogatott is érintett. Ez ügyben kérdeztük Ágai Kis Andrást, a Magyar Kézilabda Szövetség kommunikációs igazgatóját. Ugye az a helyzet, hogy 2015. januárjában lesz a férfi VB. A VB selejtező folyamán nem sikerült kivívni a világbajnoki részvételt, viszont utána azért több dolog is történt, így a szövetségeken belül, illetve a különböző államoknak a visszalépésének következtében, és volt némi kis esélyünk arra, hogy talán minket is besorolnak a mezőnybe, de először kezdjük azzal, ugye, hogy Ausztrália valamiért, hogy a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, az IHF nem engedte, hogy elinduljon a VB-n, és mégis Németország indulhat a helyén. Mi van ennek a hátterében? Pontosan mi van ennek a hátterében, azt nagyon nehéz innen megmondani. Valószínűleg két egymással összefüggő, bár látszólag lehet, hogy egymástól különböző dolog. Egyrészt lehet, hogy Óceániát nem nagyon tudták hova tenni, ugye ez volt a hivatalos érv, hogy Óceániának nem is kell akkor feltétlenül képviseltetnie magát a VB-n. Ennél lehet, hogy egy kicsit nyomósabb volt az, hogy valahogy viszont Németországnak helyet kellett csinálni. Mert azért a kézilabda fővárosa, hogyha anyagi, szakmai szempontokból nézzük, minden szinten Németország, és az IHF könnyen lehet, hogy ezt végig gondolta, hogy nagyon nem lenne szerencsés, hogyha pont ez az ország nem képviselheti magát a VB-n, nem beszélve televíziós közvetítések, jogdíjairól és a többi egyéb kereskedelmi bevételekről, ezt a módot találták. Az indok pedig az volt, hogy a legutóbbi világbajnokságon Németország ért el a legjobb helyezést, tehát hogyha valaki kikerül a körből, akkor értelemszerűen jön Németország. És úgymond ez az átlátszó megoldás a Nemzetközi Kézilabda Szövetség részéről, ez senkinek nem szúrt szemet, főként az Óceánia térségéből. Nem tudom, hogy Új-Zélandon vagy Ausztráliában ez kinek szúrt szemet. Nézd, ezekben az országban a kézilabda az egy nagyon marginális sportág. Nem hiszem, hogy olyan súllyal nyomna alatt az ottani sportdiplomácia, hogy bármit tudnának tenni. Azon kívül nyilván borzasztó csalódottak voltak, és nem örültek a döntésnek. Ezen kívül feltételezem, hogy sok egyéb lehetőségük nem volt kifejezni a tiltakozásukat. Az illúzió lenne azt gondolni, a többi ország Ausztrália mellett láncsát törve majd háborút indít, vagy harcot indít az IHF ellen. Valószínűleg mindenkinek megvolt a véleménye, megvan a véleménye, de hát ez egy olyan helyzet, amire nagyon nem lehet mit mondani. Ennek következtében Németország most ott lesz a világbajnokságon, aztán nem sokkal később ugye Bahrein és az Egyesült Arab Emirátusok ugye visszamondta a szereplés, és aminek következtében úgymond szerepet kaptunk mi, tehát megnyílt az esély arra, hogy bekerüljünk a mezőnybe. Milyen lehetőségeink voltak, tehát mit tehetett ezért ennek érdekében a Magyar Kézilabda Szövetség? Válaszuk ketté. Igen, persze megnyílt a lehetőség arra, hogy részt vegyünk. Azért nyílt meg, és azért gondoltuk, hogy jó esélyeink vannak, mert az IHF korábban meghozta ezt a döntést Németország mellett. És az volt az érv, hogy a legutóbbi világbajnokságon elért helyezés dönt ezügyben. Ezért gondoltuk azt mi, hogy rendben van, hát hogyha történik egy ilyen véletlen malőr, hogy Bahrein és az Egyesült Arab Emirátusok visszalép, akkor két országot be kell sorolni, hát ha az IHF egy következetes szervezet, akkor megint ugyanazon az elven fog dönteni, mint néhány hónappal korábban. Ha ez lett volna az elv, akkor most Magyarország lenne az egyik résztvevő a kettő közül, mert utána mi jövünk a sorban, és nem Izland. Ezzel szemben ők egy másik nézőpontot vettek figyelembe, nem tudom, hogy miért, mielőtt még megkérdeznéd, ezt valószínűleg ők egymás között eldöntötték, és hogy a háttérben milyen erők és szálak mozogtak, azt innen nem tudjuk megítélni. Egy biztos, hogy ők kikérték az ázsiai és az európai szövetség véleményét, és még ez is érdekes, mert az európai szövetségnél egyértelműen Izland az első. Ugye, ha az EB-k helyezését nézzük, akkor Izland jön valóban a sorban, és nem a VB helyezést. Igen ám, de Ázsiában már nem ez a helyzet, ott Koreának kellett volna jönnie, tehát ott még egy plusz csavar van az egész sztoriban, hogy az ázsiai versengésben sem Szaúd-Arábia volt az első, hanem Korea, mégis Szaúd-Arábia lett a kedvezményezett. Viszont a nemzetközi ranglistán a magyarok azért előrébb állnak Izlandnál, ez abszolút nem számít. Nemzetközi ranglista, mert hogyha minden idők ranglistáját veszük, akkor a szerbek lettek volna az első számúak, hanem itt
két külön szemléletet kell nézni. Az egyik, ugye ami alapján a németeket sorolták be, az a legutóbbi világbajnokságon való helyezés, ott mi vagyunk a jobbak, ha a legutóbbi EB-t nézzük, akkor Izland a jobb. Tehát, hogyha területi alapon adják oda, akkor valóban jogos, hogy Izland jut ki Európából. Csak nem teljesen értjük, hogy ha most területi alapon döntöttek, akkor korábban miért nem, illetve ha korábban úgy döntöttek, ahogy, akkor most miért nem, az a logika volt a mérvadó. És hát azért a Magyar Kézilabda Szövetség természetesen kifejezte nem tetszését a döntéssel kapcsolatban. Hivatalosan még nem fejezte ki, mert hivatalos értesítést egyébként még nem is kaptunk a döntésről, és hát azért még azért jogászok vizsgálják, hogy itt mi az a platform, mi az a hivatalos tiltakozás, ami eredményes lehet, célra vezető lehet, amivel egyáltalán el lehet érni valamit, amit érdemesen indítani. Tehát akkor a lényeg az, hogy még 100%-ig ez még nincsen lezárva ez a téma. A Magyar Kézilabda Szövetség mit tehet az ügy érdekében még, hogyha végleges és a jogilag elfogadott döntés megszületik? Nem, ez egy jogilag elfogadott döntés. A Magyar Kézilabda Szövetség most annyit tehet, hogy tájékozódik, hogy a jogászaink vagy a szövetség körül dolgozó jogászok, szakértők megvizsgálják azt, hogy mit tegyünk, hogy milyen fórumhoz érdemes fordulni. Azt gondolom, hogy miután alig több mint egy hónap van a VB-ig, az teljesen kizárt, hogy itt valami pálfordulás legyen, és mégis mi legyünk az egyik résztvevők. Ennek a későbbiekben lehet jelentősége, hogy ha adott esetben az a fórum, ahova fordulunk, az nekünk ad igazat, az mondjuk az IHF-nek egy jelzés lehet, egy legközelebbi vitás döntésnél esetleg a magyar szempontokat erősítheti. Tehát akkor annak azért nincsen sok esélye, hogy mi ezen a katari VB januárban szerephez jussunk. Ettől függetlenül a magyar férfi kézilabda válogatottnak most akkor mi lesz a további programja, mert azért ugye emiatt a kétes ügyek miatt nem tudom, hogy esetleg most be lett-e tervezve valami részleges felkészülés, vagy valami. Nem, semmi plusz nem lett betervezve, fordítva van az egész. Amikor Dusebájev megtudta, hogy erre van lehetőség, akkor azt mondta, hogy ám legyen, állunk elébe, mindent csinálunk menetrend szerint, és hogyha olyan döntés születik, akkor nyilván majd megvizsgáljuk azt, hogy még esetleg milyen pluszokat lehet betenni. Egyelőre nincsenek ilyen pluszok, december 23-án Pécsen játszunk Egyiptommal egy felkészülés meccset, aztán részt veszünk a karácsonykupán, és készülünk, hát ezek szerint az EB-selejtezők folytatására. Igen. És hát akkor igazából egy ajándék lett volna amúgy, hogyha bejutunk a világbajnoki mezőnybe, ami azért ugye az olimpiai kvalifikáció miatt is fontos lett volna. Igen, de úgy is borzasztó nehéz lett volna, ezt tegyük hozzá, hogy itt nehogy valaki azt gondolja, hogy a VB-ről lehet kvalifikálni az olimpiára. Nem. A VB-ről is csak olimpiai kvalifikációs tornán való részvételi jogot lehet szerezni, amit azért szerencsére meg lehet szerezni az EB-ről is, kétségkívül nagyon nehéz lesz. Nagyon sok múlik azon, hogy mely országok végeznek Európából az elsők között, mert aztán az rangsorolba, de most nem mennék bele, mert nagyon bonyolult a rendszer. Persze, jó lett volna ott lenni a VB-n minden szempontból, az olimpia is egy picit közelebb lett volna, de csak picit. Minden esetre akkor, hogyha még valami változás lesz az ügy folyamán, akkor már még megkeressük, és akkor kikérdezzük a véleményét, hogy akkor mennyire született jogos vagy éppen jogtalan döntés. Viszont a közeljövőben pedig ugye a magyar női válogatott fog Európa-bajnokságon részt venni. Mik az esélyek? Ez nagyon jó kérdés. Erre nálam sokkal avatottabb szakemberek sem tudják szerintem a választ. Ugye nem csak, hogy részt veszünk, hanem rendezzük is ezt az EB-t társrendezőként Horvátországgal, és ugye a magyar csapat Győrben, Debrecenben és reményeink szerint Budapesten játssza a meccseit. Én inkább Németh András szövetségi kapitányt idézném. Ő azt mondta, hogy persze neki vannak tervei, vágyai, álmai, azzal már nagyon elégedett lenne, ha mind a három helyszínen megmutatná magát a magyar válogatott. Ez ugye azt jelenti, hogy hát a legrosszabb esetben az ötödik helyért játszunk, mert azt már Budapesten rendezik az 5-6. Helyért vívott meccset, de azért azt gondolom, hogy András inkább a legjobb négyre gondolt. Én is arra gondolok, nagyon szép lenne, hogyha ott lenne a legjobb négyben a magyar csapat. Hát bízunk benne, és még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Szurkolunk a magyar női válogatottnak, hogy minél sikeresebb legyen ez az Európa-bajnokság. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Legyen a partnerünk, hirdessen nálunk, vagy támogasson bennünket. 12 rádió szerte az országban, több mint 100 000 hallgató. Érdeklődni a hirdetés@magyarlelato.hu címen, vagy a 0620 2250-es telefonszámon lehet. Várjuk jelentkezését! A következőkben pedig Fazekas Nándorral hallhatnak egy exkluzív interjút egyenesen a januári férfi VB helyszínéről Katarból. Előre is elnézést kérünk a nem éppen tökéletes hangminőségért, de csak Skype-on keresztül tudtuk rögzíteni a beszélgetést. Fazekas Nándor a vendégünk.
Szia Nándi, üdvözöllek a Magyar Lelátóban. Jelenleg ugye Katarban tartózkodsz, de hát nem nyaralsz, hiszen augusztustól előzetes tervek és megállapodás szerint december közepéig kölcsönben szerepelsz a katari bajnokság jelenlegi címvédő klubjában, az El Jaizban. Hogyan érzed magad? Milyen kint az életed? Köszönöm szépen, minden rendben van, nagyon jól érzem magam, jól befogadott a csapat, jó csapattársaim vannak. Igazából minden rendben van, egyetlen egy nagy probléma van, hogy a család nincs velem, és egyedül kell kilenni, amit nagyon-nagyon nehéz elviselni, de hát tudom, hogy mi miért történik, úgyhogy most megpróbálok csak erre koncentrálni, és a legjobb tudásom szerint teljesíteni. Remélhetőleg december 15-től már újra együtt lehetek a családdal. Amióta te kint vagy ugye augusztustól, akkor haza se tudtál jönni Magyarországra, tehát akkor egy húzamban végig kint voltál, úgymond egy magad a csapattal. Szerencsém volt ebbe az egészben, hiszen a Super Globe után volt egy-két hét pihenő, amit kaptunk, és akkor haza tudtam jönni, sőt, mikor még otthon voltam, akkor megtolták még egy héttel, úgyhogy szinte 3 hetet otthon voltam, mert itt Katarban egy ünnepi hét volt, úgyhogy elég sokat otthon tudtam lenni a családdal, utána visszajöttem, egy hétig voltam szinte egyedül, és utána a család is ki tudott jönni hozzám egy 10 napra, úgyhogy így azért egy picit gyorsabban telik az idő, de azért minden nap egy hétnek tűnik ilyenkor, mikor nincsenek velem. És amúgy nehéz volt a váltás, hiszen ugye teljesen más kultúrába csöppentél bele. Hát így utólag most már azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon nehéz, hiszen tényleg ez egy nagyon-nagyon más kultúra. Itt a profizmus is másképp működik a kézilabdában, mint Európában, vagy akár Veszprémben is, mert ott tényleg a maximális profizmus van. Itt azért nagyon jó csapat, az itteni színvonal szerint, sőt a legjobb csapat, de maga a profizmus azért nem azt a színvonalat képviseli, mint ami Európában, úgyhogy ez nagyon-nagyon nehéz volt átélni, vagy megszokni. Igazából szerintem ez egy európai profi embernek ezt nem is lehet megszokni. Mindig magamnak kell saját legjobb tudásom szerint teljesíteni, és nem azzal törődni, hogy ők mit csinálnak, vagy hogy csinálnak. Úgyhogy igazából ez nagyon-nagyon nehéz, de idő után szépen lassan az ember erre rájön, és megpróbál ebbe az életbe élni, hiszen ők nem fognak ezen változtatni. És hát ugye december közepéig szól a kölcsönszerződésed, viszont egyáltalán miért alakult ki ez a helyzet? Tehát, hogy miért pont Katar? Hát igazából nem volt olyan lehetőségem máshova menni. Ez az egyetlen egy olyan klub volt, ahol azt láttam, hogy elég komoly szintű mérkőzéseket tudnék játszani, hiszen a Super Globe-on elég nagy csapatok játszottak, sőt, nagyon nagy csapatok, és a Barcelona és a Flensburg is itt volt, és a többi csapat is elég komoly színvonalat képviselt, ahol ugyanabba a szisztémába, vagy ugyanabba a erős mezőnybe tudok tovább védeni, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt. És ott kezdőként kap szerepet minden alkalommal? Hát most itt azért nem, hiszen két fiatal kapus van mögöttem, és pont azért hoztak, mert nem volt kapusuk, mert itt egy speciális helyzet alakult ki, hiszen a válogatottak azok augusztus 1-je óta együtt vannak, a világbajnokságra készülnek, és egyetlen egy klubjátékos se engednek haza se a Super Globe-ra, se erre az Ázsia kupára, ami most szombaton kezdődik, és az El Jaiz klubnak a kapusa az a válogatott kapus, így kapus nélkül maradtak, úgyhogy ezért mindenféleképpen erre a két tornára szerettek volna egy komolyabb szintű kapust szerződtetni, és ezért alakult ki ez a helyzet. És hát akkor el is fogadtad ugye a meghívásukat. Ugye hát az El Jaiz-t, a klubodat, ugye 2007-ben alapították, tehát még nem is rendelkezik olyan nagy múlttal, viszont már a katari bajnoki címet is megszerezte, valamint megnyerték az ázsiai bajnokok ligáját is. Milyen az ottani kézilabda, tehát mennyire más a játékstílus, illetve hát a kézilabda kultúrája a magyaréhoz, vagy éppen az európaihoz képest? Sokkal másabb. Kevés európai játékos van, vagy inkább, hogyha azok is vannak, akkor inkább a Balkánról jöttek. Tunézia és az Egyiptom, inkább ez az arab világ, aki jellemző játékosok a klubba. Szóval rengeteg tunéziai és egyiptomi játékosok vannak, akik igazából nem a technikára építik a kézilabdát, és nem is nagyon lehet velük ezeket megtanítani, mert most jött egy európai edző, és próbáljuk ezeket az európai taktikai dolgokat gyakorolni, de nem igazán fekszik nekik, hiszen nekik inkább csak egy-egy ellen a lövések, vagy pedig egyszerű kis húzásokkal operáltak idáig, ami most elég nehéz megszokni ezt nekik, hogy megpróbálunk ilyen taktikai dolgokat csinálni, úgyhogy elég nehéz helyzetbe került a csapat is, meg én is, hiszen elég sok teendő van a kapuba, de hát próbálunk ezen az úton dolgozni, és remélhetően minél jobban. Tavaly megnyerték az ázsiai kupát, az itteni bajnokok ligáját, ami most szombaton kezdődik. Igazából az első 3 helyezett a kitűzött cél, ami nagyon-nagyon nem egyszerű, hiszen ugye az előbb mondtam, a válogatott játékosok most nincsenek itt, és egy pár klubból össze kellett vásárolniuk játékosokat, amit elég kevés idő volt rá, hogy az edző összerakjon. Egy kicsit ugye érdekes ez a játékos politika, tehát úgy működik, hogy egy ilyen egy bajnoki szezonra, vagy
éppen egy bajnokságra, akkor ott általában mindig más a keret, tehát hogy ott mindig vesznek egy-egy játékost, hogyha éppen kiesnek, vagy most csak a világ, vagy közelendő világbajnokság miatt van ez a szituáció. Hát itt a játékosoknak igazából nagyon-nagyon jó, mert amelyik klub elindul ebbe az ázsiai kupába, vagy a Superglobba, bármikor, bárhonnan tud játékosokat igazolni, és hiába van egy teljes kereted, mindenki a legjobbat szeretné elérni, ezért még hozzávásárol egy-két játékost, úgyhogy ilyenkor 2-3 hétre is tudnak szerződtetni játékosokat, úgyhogy az edzőknek nagyon nehéz feladatuk van, folyamatosan új játékosokkal kell új taktikai variációkat gyakorolni, és erre nem nagyon sok idő van, maximum 2-3. Ez is egy ugye óriási nehézség, főleg akkor, hogy egy európai edző is ugye most csatlakozott a csapathoz, viszont te könnyen be tudtál illeszkedni ebbe a szisztémába, ebbe a csapatba? Nekem annyival szerencsésebb helyzetem, hogy én kapus vagyok, és nem igazán kell a taktikai dolgokra odafigyelni, vagy gyakorolni, viszont a fal mögött azért egészen más védelem, mint mondjuk egy veszprémi fal mögött. Itt azért nem bízhat az ember annyira a védőfalba, mint ahogy az előbb beszéltem, hogy nem tudunk 2-3 hét alatt olyan gyorsan összeszokni, de igazából ez az, amiről beszéltem, hogy nagyon-nagyon sok koncentráció és fegyelem kell hoz nekem, hogy ezt fejbe gyorsan össze tudjam rakni, és a maximumot tudjam hozni. És ez ugye a kölcsönszerződés lejárta után, ami ugye december közepén lesz, akkor majd mi lesz veled, hiszen még ugye egy évig a Veszprémhez köt a szerződésed. Ez egy jó kérdés, a június 30-ig szerződésem van, de hát mindenki tudja, hogy a kapusposzt az most betelt Veszprémbe, úgyhogy egyelőre még erről nem nagyon tudok beszélni, hiszen a vezetőkkel még nem egyeztettem. Tehát akkor, hogyha majd visszajössz Magyarországra, akkor az is előfordulhat, hogy akkor majd valami csapat után kell nézni, vagy akkor egy klubváltás, vagy akkor vagy maradsz a Veszprémnél esetleg még a nyárig, és akkor utána még akkor egy újabb klub még van kilátásban? Hát erről azért nem tudok beszélni, mivel a vezetőségnek nem tudom, hogy milyen gondolatai vannak, ezért mondtam azt, hogy le kell ülnem a vezetőséggel beszélni, és megbeszélni a továbbiakat, hogy fog folytatódni. Hát akkor minden esetre most úgyis a katari kaland az, ami még folytatódik így 2-3 hétig, és akkor utána ismét visszajössz majd Magyarországra. Viszont egy másik apropóból is ugye felkerestünk téged, ugyanis most jelent meg könyved az első számú második címmel, amihez elsősorban hadd gratuláljunk. Miért pont most került erre sor, hiszen még azért tart az aktív pályafutásod? Köszönöm szépen. Először is, hát igazából a Dávid keresett meg engem körülbelül egy évvel ezelőtt, hogy szeretne egy könyvet írni rólam, és hogy ez megvalósítható-e. Én nagyon furcsáltam az első hang hallattán. Vissza is kérdeztem, hogy rólam. Tehát elég érdekes volt a szituáció, de azért valahogy végig gondolva úgy gondoltam, hogy nem lehet egy rossz ötlet, hiszen el lehet mondani az egész pályafutásomat, az életemet ebbe a könyvbe, és biztos, hogy vannak olyan emberek, akik kíváncsiak arra is a színfalak mögötti dolgokra, amik idáig történtek velem, hiszen itt nem csak arról szólt az egész, hogy a nyakam magasztották az érmeket, és jól ment a védés, vagy rosszul, hanem voltak ezek mögött más dolgok is, amiről a könyvben nyíltabban tudok beszélni, mint amit az emberek nem tudnak, vagy pedig éppen arról, hogy gyerekkoromban hogy nőttem fel, miként kerültem Veszprémbe, mennyit kellett ezért dolgozni, milyen háttér dolgok voltak ebben, úgyhogy utólag is nagyon örülök neki, hogy ez létrejött. Igazából igen, nem lett még vége, vagy nem remélem, hogy még nincs vége a karrieremnek, de úgy gondoltam, hogy egy szakaszát meg tudjuk örökíteni abba az utolsó Veszprémi időszakig, amíg Veszprémben voltam. És hát természetesen ugye nem fogjuk kivesézni a könyvet itt az adásban, viszont azért egy kis kedv csinálóként nagy vonalakban el tudnád mondani, hogy ugye aki a kezébe veszi ezt a könyvet, hogy mikről olvashat, mert hát ugye azt lehet ugye olvasni az interneten, hogy ugye nem csak úgymond a te saját gondolataid vannak, hanem például megszólalnak családtagok, megszólalnak csapattársak, illetve vezetőedzők is. Tehát hogy nagyjából ugye mi az, ami olyan nagyon ugye izgalmas lehet, amik ugye kiragadhatnál egy-két történetet a könyvből. Az egy-két történet a gyerekkorom az nagyon-nagyon, legalábbis nekem nagyon érdekes, mert én nagyon szeretem otthon élni a családtagokkal, hiszen mindenki tudja, hogy nagyon családcentrikus vagyok, és gyerekkoromban is nagyon-nagyon szerettem együtt lenni a családdal. Ahogy felnőttem, ahogy a kézilabda mellett otthon segítettem a nagyszüleimnek, a szüleimnek, az állatok körül, a kertben, tehát nagyon sokat dolgoztam, ez mellett külön plusz munkákat végeztem, tehát olyan dolgokról szól, ami tényleg a születésemtől kezdve meghatározó pontjai voltak, és hát az is, hogy kerültem Veszprémbe, ez is egy nagyon érdekes sztori, akár a válogatottságokról, a veszprémi karandról, a németországi karandról, igen, és sikerült hál' Istennek megszólaltatni olyan embereket is, akik tényleg hozzám nagyon-nagyon közel állnak, és a világ élvonalába tartozó kézilabdások is. A családtagjaimnak a legfontosabb része, a testvérem, apukám, anyukám megszólal a könyvbe, és nagyon sok olyan barát szurkoló, aki
tényleg nagyon fontos volt nekem. És hát ugye említetted, tehát hogy egészen egy gyerekkorodtól ugye szól a történet, és akkor úgymond van olyan, akiknek hogy kifejezetten tudod ajánlani ezt a könyvet, mint például fiatal feltörekvő kézilabdázók, tehát tanulhatnak belőle, és egy-két fortét eleshetnek attól, hogy hogyan válhatnak profi kézilabdássá. Pont rátapintottál, pont a gyerekeknek nagyon-nagyon jó történet, hiszen nagyon sok olyan dolog van benne, ami miatt érdemes elolvasni, hogy az én karrierem, hogy mennyit dolgoztam, és mennyi munka van ezért eredmény mögött, amit előtte csináltam, és ahhoz nagyon-nagyon sok mindennek kellett lemondanom olyan dolgokról, amit a fiatalok nagyon-nagyon szeretnek gyerekkorukban csinálni. Azért, hogyha a szülők is elolvassák, azért látják, hogy nem olyan egyszerű egy ilyen profi sportolóvá válni, de megéri, mert a vége az viszont happy end. Hát igen, és akkor ugye mindenképpen tudnak tanulni belőle. És hát még az is egy olyan fontos kérdés, hogy mikor ugye végigolvastad, hogy az alkotás során, vagy a szerkesztés során gondolom azért te is így fel tudtál eleveníteni sok szép, illetve kevésbé kellemes emléket is. Viszont esetleg van olyan döntés vagy lépés, amit most így végignézve, úgymond az eddigi pályafutásodat másképp csinálnál? Én nagyon-nagyon elégedett vagyok az életemmel. Itt az egyetlen egy olyan dolog van, ami épp a cím is utal rá, hogy első számú második. Talán egy picit keserűen hangzik ez az egész, de én úgy gondolom, hogy ennek ellenére, hogy nagyon sokat másodikként számoltak velem, akkor is én úgy gondolom, hogy mindig be tudtam bizonyítani, hogyha az utolsó 5 percre vagy 15 percre kaptam lehetőséget, megpróbáltam mindig a 120-130%-ot adni, és akkor is ezért ezzel a hozzáállással mindig megjött az eredmény, úgyhogy én nem vagyok elégedetlen, én nagyon elégedett vagyok a életemmel, én örülök neki, hogy az Isten ilyen sorsot adott nekem, vagy ilyen lehetőséget, és tudtam is vele élni, remélem, hogy még a következőben is, egy-két évben még kézilabdázom, ez így fog tovább működni. Hát mindenképpen sok sikert kívánunk akkor a további pályafutásodhoz, Nándi, és nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, még egyszer hadd gratuláljunk a könyvhöz, valamint hát nagyon sok sikert erre a hátralévő 2-3 hétre még Katarban, illetve a hétvégi kupához. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, ez volt már a Magyar Lelátó Sportmagazin. Fazekas Nándorral és Ágai Kis Andrással beszélgettünk. Én valamennyi munkatársam Marosvári Dániel, Havasi Zsolt, Csányi Árpád, Varga Dávid, valamint a főszerkesztő Marti Zoltán nevében köszönöm a figyelmüket, Vető Dánielt hallották. A következő műsorunkig pedig kísérjék figyelemmel a Facebook és Twitter oldalunkat. Viszont hallásra, a viszontlátásra. Nope. Magyar Lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.